Az idei tél nem volt túl hideg, viszont még április elején is mínuszokat mérnek éjszakánként. A mezőgazdaságban dolgozók fokozott figyelemmel kísérlik a hőmérséket és a csapadékmennyiség alakulását, mivel a munkálatokat jelentősen befolyásolhatják a szélsőséges értékek. Mint a gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője elmondta, valamivel több csapadéknak örültek volna, de összességében nincs okuk panaszra az időjárást illetően. A hideg az a nagyba befolyásolja a vetési időpontokat. Tudni késve semmivel még nem vagyunk, mert ugye ilyenkor szoktuk a napraforgót vetni, illetve utána majd a kukoricát, csak az, hogy ugye ma reggel is -3 fok volt. Az őszi időjárásra visszatérve, az őszi kultúrák, tehát a kalászosok, illetve a repce, az nagyon jó telet, illetve egy kis hó az jöhetett volna, de mivel nem volt nagyon nagy hideg, így egyáltalán nem volt fagykár szinte semmi. Őszi, illetve a koratavaszi csapadék után most egy pár hétig jelentkezett úgynevezett csapadékhiány, de ez a múlt heti eső, ami gyulatanyán 25 mm volt, ez tényleg az utolsó pillanatban jött a kalászosra, és pár nap elteltével a kalászoson, illetve a repcén meglátszik. A burgonya vetése már elkezdődött gyulatanyán, és indul a kukorica, valamint a napraforgó vetése is. A területnek az lezárása már hetekkel ezelőtt megtörtént, most kezdjük hétvégén a napraforgó, illetve a kukorica alá a vetése alá a talajt előkészíteni. A burgonya ültetéssel ma elindultunk, úgyhogy a 3/4-nél járunk. Tudom, ugye még egy kicsit hideg a talaj, de mondjuk bakhátba kerül, úgyhogy nem hiszem, hogy jelent valami nagy gondot. Folyamatosan a repce növényvédelmét csináljuk kártevők ellen. Az elmúlt évben a burgonya hozama kiemelkedő volt, az ára viszont nagyon alacsonyan maradt. Éppen ezért idén kevesebb vetőburgonya kerülhet majd a földbe. Tavaly az időjárás nagyon kedvezett a burgonyának is, illetve a kukoricának, tehát gyakorlatilag az elmúlt évtized legcsapadékosabb időjárása volt. Nagyon-nagyon sok burgonyát ültettek tavaly. Ugye itt a termés mennyiség az jó volt, viszont az ára az kritikán alul volt. Most ebben az évben ugye sajnos újra fokozódik, tehát hatványozottan kijön, mivel ugye be vannak zárva az éttermek, szállodák, iskolák, tehát nincsen szinte felvevő piac. Ugye mindenki ugye elmegy a Tesco-ba, speciális ilyen nagy helyeken, tehát nem közületek viszik el a burgonyát, úgyhogy nem csak én panaszkodok a burgonyára, hanem a környéken lévő termelők, illetve egyöntetett a vélemény, akivel beszéltem, hogy a tavalyi burgonyának a harmadát fogják visszaültetni. Mint Augustin András elmondta, abban bíznak, hogy a következő napokban már jelentősen növekszik a hőmérséklet, mivel most már melegre lenne szükségük a növényeknek.